Két borsodi iskola 10 diákja mérte össze tudását a második Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny második fordulóján, azaz a vármegyei döntőn. A fiatalok mindannyian egészségügyi szakképzésben vesznek részt, hétfőn belgyógyászat ismeretekből versenyeztek a szakmai zsűri előtt. A diákoknak szituációs feladatokat kellett megoldaniuk szimulációs eszközök használatával vagy beteg imitátorok bevonásával. Alapápolás, gondozás és elsősegély nyújtás alapismeretek témakörben szerdán versenyeznek majd a diákok. Hétfőn reggel a Vármegyei Kórházban nyitották meg a második Kossuth Zsuzsanna Nemzeti Egészségügyi Szakképzési Verseny vármegyei fordulóját. Sátoraljaújhelyről és Miskolcról is érkeztek diákok, hogy összemérjék tudásukat. Jó napot kívánok! Maga biztosan lép a beteghez a 12-es Tóth Bence. Először alaposan kikérdezi, milyen panaszai vannak. A beteg nem igazi, egy fiatal segítő játssza el, hogy kórházi ápolásra szorul. A versenyzőknek szituációs feladatokat kellett megoldaniuk, ezt a tapasztalatot pedig később is kamatoztathatják majd. Többet tanulok, többet hozzá tudok szólni a szakmámhoz, és fejlettebb leszek. A vármegyei döntőn 10 egészségügyi szakképzésben résztvevő diák mérte összetudását. Országszerte 438-an jutottak tovább. Hétfőn a belgyógyászat témakörben indulók versenyeztek. Szituációs feladatokat gyakoroltunk, minden olyasmi, ami a belgyógyászat tárgykörébe hozzátartozik, és igyekeztünk elég intenzíven odafigyelni arra, hogy a beteggel való kommunikáció, illetve maga a gyakorlati feladat a szakma szabályainak megfelelően történjen. A verseny célja az egészségügyi szakképzés színvonalának további növelése, a versenyzők szakmai tudásának felmérése, valamint a szakképzésbe való belépés vonzóvá tétele a szakmák bemutatása által. Ez a verseny is ugye gyakorlatias elemekből áll, ami egy kicsit motiválja a résztvevőket, megmutatja nekik, hogy ez a tanulás, amit nap mint nap végeznek, az hova vezet és milyen célja van. A beteg gyógyulását, ezt milyen úton, módon tudja majd segíteni. Másrészt pedig a külső szemlélőnek, ugye ennek azért van egy sajtóvisszhangja, egy kis betekintést nyújt az ápolók munkájába, és egy kicsit kedvet csinál ahhoz, hogy valaki arra adja a fejét, hogy ápoló legyen. A verseny első helyezettje az országos megmérettetésre jut tovább. A vármegyei döntő szerdán az alapápolás gondozás ismeretkörben továbbjutók megmérettetésével folytatódik.